Az új csarnokban gyűltek össze a családi vállalkozásban dolgozó munkatársak, vezetők és a meghívott vendégek, hogy közösen avassák fel a felépült létesítményt. Borkai Zsolt, Győr polgármestere kiemelte a városban és a régióban a nagyvállalatok mellett a kisebb cégek is eredményesen működnek. Ebben a városban örömteli dolog az, hogy nem csak a multinacionális cégek termelnek nagyon-nagyon jól, hanem nagyon sok kis és középvállalkozás van, és ez a szég is ide tartozik. Szeretném önöknek megköszönni, hiszen bármennyire tulajdonosok és ügyvezetők vannak, hogyha nem lennének olyan, ahogy most is lehetett hallani, dolgozók, olyan munkavállalók, akik egyhajóban neveznek és együtt közösen húznak, akkor egy cég nem tud sikeres lenni. Persze a város a környezetet meg tudja teremteni, ilyen környezet biztos az ennek az ipari parknak annak idején a megépítése. Elsők között került ide egyébként a Somogyi Elektronika ebbe a környezetbe. A polgármester kitért arra, hogy az önkormányzat arra törekszik, hogy segítse a helyi vállalkozásokat. Az elmúlt időszakban kétszer csökkentettünk adót, hiszen az iparűzési adó 2x10%-os csökkenésével igyekszünk a helyi vállalkozásokat helyzetbe hozni. Nem utolsó sorban pedig a úthálózat és az infrastruktúra fejlesztésével még kedvezőbb légkört és környezetet teremtve igyekszünk támogatni a vállalkozásokat. Okay. Nagy szükség volt az új csarnokra, amit 550 millió forintból saját erőből épített meg a vállalkozás. Az elektronikus termékek kereskedelmével foglalkozó cég egyre többféle árut dob piacra. A hőségben a ventilátorokra, a légkondicionáló berendezésekre van igény, télen pedig a fényfüzérek, világítástechnikai eszközökre nagy a kereslet. 81-ben alapította édesapám a céget, édesanyámmal, szóval a szüleim alapították. 2008-ra már egy nagyon-nagyon komoly pozícióba kerültünk a magyar piacon, de itt a regionális piacot is említhetném, és 2008-ban egy exit lett végrehajtva, szóval kiléptünk a cég tulajdonosi köréből, egy pénzügyi befektető csoport vett, tehát majd 2014. szeptemberében az a döntés született, hogy visszatérünk a cég életébe, amely összességében a számok alapján és a piaci helyzetünk alapján egy jó döntésnek bizonyult. Továbbra is van egy társtulajdonosunk, akik benn voltak 2008-tól, nagyszerűen tudunk együtt dolgozni Nagy György úrral, úgyhogy maga a csapategység, a megújulási készségünk, a folyamatos fejlődésünk, előretekintésünk mindig talán ez volt a kulcs, és ezt tűzdeljük ezekkel a családi értékekkel, amit otthon is kaptunk, amit otthonról hozunk. A sikeresség egyik kulcsa az, hogy az itt dolgozó munkatársak motiváltak legyenek, pedig vannak olyan időszakok, mint például a nyár eleje, amikor a megszokottnál nagyobb teher hárul az alkalmazottakra. Jelenleg 130-an vagyunk már, szóval ez is egy folyamatos trend. Nem egyszerű, nagyszerű kollégákat találni, de úgy gondolom, hogy nálunk mindig sikerül. Nem minden a pénzben nagyon jól megfizetjük, ugye egy győri régióban más lehetőségünk nincs is, ugye, hogy valaki nálunk dolgozzon, de nem minden a pénz, és amikor este 7-8 óra, akkor is itt kell még dolgozni, vagy akár hétvégén néha-néha besegíteni, akkor mindenkire ugyanúgy számíthatunk. A családi vállalkozás az elektronikus termékek forgalmazásában Magyarországon piacvezető, és az elmúlt években jelentősen 4,2 milliárdról 7 milliárd forintra növelte éves árbevételét.